Mezőkövesden folytatja a bajnoki versenyfutást a Puskás Akadémia csapata vasárnap délután. Az új esztendő első mérkőzése azért is fontos, mert Hornyák Zsolt vezetőedző elmondása alapján dobogós helyen szeretne végezni a csapat a szezon végén. Ismétlem magamat, a több öntetlent leváltani, több győzelemért, több gólt rúgni, és persze fölzárkózni a Fradi mögé minél közelebb, tehát azt jelenti, hogy a dobogón végezni a végén, ha lehetséges, az lenne az álmom és a terveim között. A dobogó eléréséért a két új igazolás, Jonathan Lévy és Carlo Bartoletsz is sokat tehet. A Levi esetében jó támadó munka és gólok, a Carlo mellett pedig a jó védekező munka, és főleg egy offenzív szélsőről, egy fullbackről beszélünk, aki tényleg nagyon jó teljesítményeket nyújtott Eszéken, és úgy gondoltuk, hogy megduplázzuk ezt a posztot, és akkor leigazoltuk az utolsó percekbe, mivel arról beszélek utolsó percekbe a bajnokság előtt, szóval remélem, hogy az adaptáció ebben az esetben is gyorsan átmegy, és erős taggá válasz a csapatunknak. A csapat nemrég érkezett haza a spanyolországi edzőtáborból, ahol kiváló körülmények között készülhettek a bajnokság folytatására. Nagyon jó ellenfelekkel játszottunk, nagyon jó edzőtáboron vagyunk túl, jó időben edzettünk, jó pályákon, úgyhogy szerintem nagyon jó edzőtábort tudhatunk magunk mögött. A bajnoki szezon folytatása mellett a válogatott is megkezdi szereplését az Európa-bajnoki selejtező sorozatban márciusban, Nagy Zsolt pedig nagyon várja, hogy ismét pályára léphessen a címeres mezben. Nagyon várom, hiszen úgy tudok felkészülni a válogatott mérkőzésekre, hogy itt tudok játszani, és minél több mérkőzést, jó mérkőzést játszok, akkor kapom a meghívót. Természetesen nagyon várom, hiszen elvéselejtező a cél. Oda szeretnénk érni ott is a csoport első két helyére, meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni. A Puskás Akadémia tehát január 29-én vasárnap játssza következő bajnoki mérkőzését a Mezőkövesd ellen idegenben, győzelem esetén pedig az eredmények számukra megfelelő alakulása esetén akár a tabella második helyére is odaérhet a forduló végén.